Nemzetközi nőnap alkalmából tudnak a férfiak kedveskedni ismerőseiknek. Általában ezeknek egy csokit vagy valamit. Általában csoki akkor. A világ elherogat. Ilyenkor többen szoktak gondolni családtagokra és kollégákra, szeretettel köszöntik őket. Elsősorban a családi kört, a szűk körben, de van, hogy a kollégáknak is, igen. Vagy amikor soha is voltam, akkor az osztálytársak. A hölgyek minden évben örömmel fogadják a hagyományos meglepetéseket. A legtöbb családban generációkon átívelő ez a tradíció. Hát apukám, testvéreim egyszer rózsával, papa esetleg. A nagy igyekezetben a legjobb szándék ellenére is akad melléfogás. Akkor jöttek be divatba ezek a dobozos ilyen virágboxok. És minden áron mondogattam neki, hogy nekem dobozos virág, és hát ugye ő férfiként nem jól értelmezte, és ezt a, ami nagyon régen volt divat, ez amikor egy darab orchideát raknak bele a dobozba. Igen. Ő ezt gondolta dobozos virágnak, és ugye ezt akkoriban már nem nagyon árulták sehol, és szegény körbe járta az egész Tolna megyét, mire talált valahol egy ilyen virágot. Az emberek zöme tehát manapság is boldogan eleget tesz a nőnapi szokásoknak. Készülhetnek a virágboltosok, idén is sorban állás lesz a színes, illatos növényekért.